Örményország és Irán, délen Irak és Szíria, nyugaton pedig Görögország és Bulgária. Így Törökországnak összesen 2627 km szárazföldi határa van, a tenger partvonalának hossza pedig 7200 km. Tehát ebből is már is látszik, hogy valóban egy félszigetről van szó. Az országnak a kerülete, hogyha körbejárnánk, az összesen 9827 kilométer lenne. Az ország területe 815.500 négyzetkilométer, és ezzel a 36. legnagyobb ország a Földön. Összehasonlítva Magyarországgal, hazánk a 109. legnagyobb ország a Földön, és 9-szer akkora Törökország, mint Magyarország. Tehát a mi kis országunk 9-szer férne bele Törökország területébe. Hétfő reggel indulás előtt tengerparti szállodába.
Vénusz temploma a Pergamon. Ezzel a templomban, ez mondjuk már később lett ide téve, de ez volt az ő terasza, itt reggelizett, itt levelt, itt ült, itt, és akkor közben gyönyörtörött ugye a tájban. De azért tudtál ezt, hogy... Hogy vagy kell? Kivégzést is. A jobb oldal, ott van egy lépcsős emelkedő, és ott vezet oda egy ilyen épület maradványhoz. Az volt Dionysosnak az oltára. Én ezt lerajzoltam, hogy jobban lehessen látni, itt tetszenek látni. Az állt ott, ez Dionysosnak a szentélye volt. Bent volt az istenségnek a szobra. Szép leszel?
Ez itt a Pamukkale Nemzeti Park. Gyógyvízből kivált sók festik fehérre a domboldalt. Hát azokat, azok gicsesek. De azok megnőttek. Már megbeszélt Lucskával, mi már tudjuk a kicsit. Gyertek ide, hárpi kacsák. Gyere ide, gyere ide, gyere ide, gyere ide. Aluljáró a szállodához, a tengerparttól. Nelly, nézz vissza! Nem túl nagy az egész, ennyi maradt meg tulajdonképpen abból a hangulatos régi városból, mert a többi arra elhátra minden, az már modern, az már új. Fazeris, ugye? Ez a Fazeris-ből.
Családos emberek voltak. Nincs papinőtlenség, mint a kereszténységben. Megyünk egyenesen, bal kéz felől jön majd egy ilyen nagy ezüstál, egy ilyen hatalmas ezüstál. Az a Nisántási, az az áprilisi táj, mert hogy összegyűjtötték az áprilisban lehullott esőt, mert általában minden cseppje gyógy hatású. Tehát megitták, és az gyógyító hatású. Már meg a májusi eső aranyat ér, azt mondjuk. Kappadókiában az úgynevezett Viagra völgy, ami az alakzatok formájáról kapta nevét.
Én is elő két katona, hátul pedig egy kőszercipelű asszony látható, amely a honvédő háborúban tanúsított összefogást jelképezi. Ja. Ez Ankara, nézzék csak, hogy tetszik. Ez nagyon szép. Itt jobb oldalt már lebontották a házakat, igyekeznek most ezeket megszüntetni. Ez az egész város, az egész szokás házakból áll. Így néz ki. Hát itt a szimbólumok. Közte egy ismerős. A világ első békeszerződése Ramszesz és a hetiták között. Ennek a másolatát őrzik az ENSZ palotában. Ez pedig a csata leírása. Ez a korsó megörökíti egy hetita egész napját, annak a leírása, képekben. Áldozati oltárral. És a megfejtett hetita rovásírása. Időszámításunk előtt 2500 évvel. Sliman által megtalált trójai ékszerek. Jön a Kuala Lumpuri ikertoronynak a másolata ott elől, van előtte egy új dzsámi is, innen látszik balra. Ez pedig egy teljesen vadonatúj városrész, majd itt nézzék meg balra. Teljesen új. Ilyen 20-25-30 emeletes felhőkarcolók sorakoznak végig. Az elmúlt 5-6 év alatt épültek fel, és folyamatosan épülnek itt balra végig. Na és akkor folytatván, a szultán, miután bevette a várost, nagyszabású betelepítéseket hajtott végre, megkezdte a tönkretett város helyreállítását, amelyet ettől az időtől kezdve hívnak Isztambulnak. Ez a név a nép ajkáról ered, akik régen egyszerűen a városként emlegették a Bizáncot, és gyakran használt az Isztinpólin, azaz megyünk a városba, görög kifejezésből született török közvetítés révén a város mai neve, tehát ez az Isztambul tulajdonképpen azt jelenti, hogy megyünk a városba. És akkor most nézzenek csak körül itt balra. Itt lesz mindjárt gyönyörű szép Szelimiye mecset, most építették 3 éve. Erdogán, Recep Erdogán részt vett a felavatásán, teljesen új. Ehhez a negyedhez tartozik, amit mögötte van. Nézzék csak, torony másolata. És itt végig-végig vadonatúj háza. Na mit szólnak hozzá? Nem semmi.
Először is, ugye az aranyszervőben vagyunk, ha jobbra néznek föl a dobtetőre, akkor hamarosan látni fognak egy hatalmas nagy mecsetet, amely ugye a nagyszülőknek mecset. Lehet nézni még hallani? 1549-ben döntött az építés mellett ugye nagyszülei már a magyarországi hadjáratai után. 1557-ben ez a Boszporusz híd világ harmadik legnagyobb vesztávú hídja. És pedig itt az Antatürk-nek a hajója. Hiszári erődítmény. 1452-ben épült 4 hónap alatt a szoros legkeskenyebb részénél, a másik oldalon már állt az Anadolu Hiszári erő, és a kettő rendeltetése az volt, hogy a Boszporuszt ellenőrizze. 3 vaskos bástya közül Len egy a közvetlenül a parton áll, másik 2 kicsit följebb, és itt ugye a 2 bástya között, ahol a sárga motor éppen ment, ott a fák alatt lehet látni 2 darab hatalmas nagy rézágyú csövet. Látják? A nagy rézágyú cső van a fák alatt. Azok az ágyú csövek Magyarországról származnak, Magyarországot öntötték őket, és hát valahogy egy kicsit Magyarország is hozzájárult Isztambul bevételéhez, mivel hogy a város bevételénél használták őket. Akkor ezek az ágyúk voltak a legnagyobb kaliberű ágyúk az a kultúrában. Mecset bejáratánál vagyunk. Honnan szól?
Eszter, ha... Palota belülről, Kincstár környékén, harmadik udvar, néhány látogató. Pedig a Márvány tenger, a földközi.